Lássuk, hogy pünkösd előtt, hogy alakulnak az energiák, és mire lesz érdemes figyelnünk. Május 13-a és 18-a között egy eredmény lap a fő inspirációnk, azaz egy folyamatnak a végére érhetünk, ez a folyamat pedig a megértés. Megértetted, mi zajlik benned és körülötted. Eléred a kívánt eredményt. Ha szoktad nézni a sorstervező üzeneteket, vagy dolgozol a kártyákkal, akkor tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezen már túl vagyunk, hanem ezt lesz érdemes néznünk ezen a héten, hogy hol sikerült már megértenünk, átlátnunk a dolgokat, és hol van ezzel még gondunk. Mi az, amit már megértettünk és tudatosítottunk. De nem úgy, hogy aha, ja, persze, hanem, hogy tényleg értjük, hogy az a folyamat hogyan ment végbe, miért az lett az eredménye, mit tettünk hozzá, hol hagytuk békén az egész folyamatot, mert amit megértettünk, azt meg tudjuk ismételni. Az az ideális, hogyha a józan paraszti eszünket megőrizzük, de mégsem agyaljuk túl a dolgokat. Ehhez pedig az szükséges, hogy megértsük, hogy valami hogy alakult ki, hogy jött létre egy végeredmény, akár pozitív, akár negatív, mert akkor utána egyrészt bármikor meg tudjuk ismételni, másrészt, bocsánat, itt van valami, és nagyon csiklandoz, másrészt, akkor el tudjuk engedni. Mert amikor nagyon rágörcsölünk valamire, akkor nem igazán jósul ki belőle. És amikor fogalmunk nincs, mi történik, akkor se valószínű, hogy a legjobbat ki tudjuk hozni belőle. De amikor értjük a folyamatot, látjuk a mintát, meg tudjuk ismételni, de görcs nélkül, mert tudjuk, hogy ezt eredményezi, azt eredményezi, és nem kell rajta görcsölnünk. És ezzel együtt, jó, majd a többit is nézzük, ezzel együtt megengedhetjük azt, hogy nem pont minden úgy alakul, ahogy mi elképzeltük. A fiammal tegnap volt egy nagyon komoly felismerésünk. Ő ezt úgy fogalmazta, hogy anyának vagy a fentieknek mindig van egy jobb ötlete. Nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy elsőre látjuk. Ezek a folyamatok, amikben benne vagyunk, általában sokkal messzebbre mutatnak. És ha az egész képet látjuk, akkor tudjuk megérteni az egész folyamatot. És ha el tudjuk azt fogadni, hogy rövid távon nem minden úgy alakul, ahogy elképzeltük, akkor, és tudunk ezzel az energiával, folyamattal együtt haladni, hosszú távon sokkal-sokkal jobb eredményt és optimálisabb eredményt tudunk elérni. Ezt természetesen el kell engednünk az áldozatiságot. Leginkább azt tart vissza, jelenleg, hogy áldozatnak érzed magad. Nem vagyunk áldozatok. Az életnek 10%-a az, ami történik velünk, 90% pedig az, hogy hogy állunk hozzá. Amikor úgy érezzük, hogy áldozatok vagyunk, akkor sokszor van egy olyan helyzet, amit még nem tudtunk feldolgozni. Ami kivisz ebből a helyzetből minket, az a tiszta szándék ereje. Erősítsd meg a szándékodat, mert a tiszta szándék ereje terem. Amikor tudom, hogy mi van bennem azzal a dologgal, helyzettel, céllal kapcsolatban, görcs nélkül, erőszak nélkül, de erővel. Tudom, hogy én mifelé akarok haladni. Van egy vízióm, akár küldetésem, ha olyan témáról van szó, és tudom, hogy az megvalósul, nem vagyok áldozat, nem adom fel, de nem is erőltetem, mert lehet, hogy a fentieknek van egy jobb ötlete. Azaz lehet, hogy nem látok még át minden folyamatot onnan, ahonnan most nézem. Ha ezekre oda tudunk figyelni, akkor az eredménye egyensúly lesz. Vagyis az, hogy egyensúly teremtettél önmagadban és körülötted. Amikor egyensúlyban vagyok, akkor nem lengek ki szélsőségek felé, könnyebb is így megérteni a dolgokat, mert ha nagyon belemegyek abba, hogy ah, szuper, most minden oké, és elveszítem az éberségem, vagy én áldozat vagyok, vagy majd úgy is lesz valami, akkor nem vagyok egyensúlyban. Vagy amikor nagyon görcsölök rajta, akkor sem vagyok egyensúlyban. Amikor egyensúlyban vagyok, akkor sokkal jobban át tudom látni a dolgokat,
és az áldozati mentalitás is kilengés. Nem az a cél, hogy örökké egyensúlyban legyünk. Az jó lenne, de így itt fizikai testben, ebben az inkarnációban nagyon elégedettek lehetünk, ha újra meg újra visszatalálunk az egyensúlyi állapotunkhoz, és egyre tovább meg tudjuk tartani. Ezt kívánom neked erre a hétre, sok-sok megértéssel, legyen szép heted!